Még 2016 végén indult a Nő az Esély Képzés és Foglalkoztatás című projekt az ország 205 telephelyén. Több mint 1000 hátrányos helyzetű, köztük alacsony iskolai végzettségűek bevonásával. Máté Szalkán újabb 45 roma szerzett OK és végzettséget a program keretében, bizonyítványukat a napokban vehették át. Ők korábban munkanélküliek vagy közfoglalkoztatottak voltak, és 90%-uknak ez volt az első munkahelye. Jelenleg valamennyien szociális intézményekben, idős otthonokban, gyermekjóléti központokban, pszichiátriai intézetekben dolgoznak. Előtte közmunkaprogramban dolgoztam a helyi önkormányzatnál, és ugye nekem van két gyermekem, akiknek nagyon fontos volt az, hogy a lehető legjobbat tudjam nyújtani. Így jelentkeztem erre a programra. Nagyon szeretem ezt a területet. Én már második éve vagyok ebbe, ugyan volt foglalkoztatás és gyakorlati része is, és amellett ugye dolgoztunk, amely nem mindig volt egyszerű, de tudtunk, hogy mindenek ára van, és boldogan vettünk ezen a programon részt. A munka két gyermek és ifjúsági felügyelő, valamint szociális gondozó és ápoló munkakörben zajlik, a képzés során pedig pszichikai, mentális és más a szakmához szükséges ismereteket sajátíthattak el a résztvevők, nagyrészt gyakorlatban. A programot koordináló Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vezetője szerint a legnagyobb eredmény, hogy rászorulókból támogató szakemberekké válnak az érintettek. Legtöbbjüknek a család, a munka és a tanulás összhangba hozása okozott csupán nehézséget a képzés során. A résztvevőknek több mint 80%-ának családja van, tehát gyermekes családdal rendelkezők. Azt gondolom, hogy az útjuk ebből a szempontból egy kicsit nehézkesebb volt, de annál nemesebb a feladat, amit most el kell végezniük, és az a fajta mentális és érzékenység, ami gyakorlatilag az ő élethelyzetükből adódóan velük jött, azt most a szociális ellátó rendszerben kívánjuk kamatoztatni. Örömmel töltött el az, hogy még a 2%-ot sem érte el a lemorzsolódás. A program célja, hogy a foglalkoztatás keretében megszerzett tudással segítsék a résztvevőket az elhelyezkedésben, másrészt pedig, hogy hosszú távon biztosítsanak számukra munkát a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi köznevelési szolgáltatásokat végző intézményekben. Az egyik intézmény, a Györtelek Ápoló Gondozó Otthonban is folyt olyan képzés, amikor még gyakorlatilag el sem indult a képzésük, de már ők ott fel voltak véve egyfajta ilyen hallgatói-tanulói jogviszonyba, és megpróbálták megkeresni azokat a szakmai fogásokat, és én úgy hallom, hogy nagyon ügyesen meg is tették, és befogadó volt, nagyon fontos, hogy a kollegialitás kialakult. 2016 óta a projektben összesen közel 1000-en szereztek OK és végzettséget, közülük jelenleg 929-en dolgoznak.